rálcázás, az nagyon fontos, hogy a terepen, hogy rálcázunk magunkat az adott terep viszonylag megfelelően, és ugye annak érdekében, hogy ugye belóva vagyunk, igaz, a környezetben. A katonák egyik legfontosabb rejtőzködő módszerével, az átszafestés rejtelmeivel ismerkedhettek meg a 12 és 15 éves korú gyermekek a Nyíregyházán rendezett 5 napos honvédelmi táborban. Ez csak az egyike volt a nyári szünidejüket töltő diákok számára szervezett számos látványos és hasznos időtöltésnek. Elég sokféle program van, ugye a sport miatt nagyon-nagyon sok sportfoglalkozás van, eléggé fárasztó a tábor. Volt airsoft lövészet, elsősegélynyújtási gyakorlatok, önvédelem, ugye közelharc, és nekem eddig az airsoft tetszett a legjobban. A nyíregyházi Mikecz Kálmán kollégiumban meghirdetett elmúlt heti tábori már a harmadik turnusa volt a Magyar Honvédség által meghirdetett vármegyei táboroknak. Korábban Baján szintén a 12 és 15 éves korú, valamint a 15-18 éves korú fiatalok vettek részt a tematikus héten, amely a honvédelmi alapismeretek mellett főként a sportról szól. Azért is hirdettük ezt az egészet, hogy betekintsenek a Magyar Honvédség mindennapjaiba. Ennek a tematikája, ennek az egész tábornak honvédelmi sportok tematikájú. Itt megismerkednek a judó alapjaival, katonai közelharc van nekik, különböző testnevelés foglalkozások, tájékozódó futás, járőrverseny, valamint raktunk bele egy kis harcászatot airsofttal. A vármegyében meghirdetett honvédelmi táborok utolsó turnusa ezen a héten indult el, szintén Nyíregyházán, a Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiumban.